Ismét összegyűlt pár info az új Farming Simulatorról. Ezeket összegyűjtöttem nektek, tartsatok velem! Az infokat különböző cikkekből, interjúkból szedtem, amik nem hivatalosak, de nagy valószínűséggel hitelesek. A múlt héten kikerült a Farming Simulator podcast új része, amiben elárulták, hogy még kettő nagy bejelentésük lesz az FS22-vel kapcsolatban, illetve jönni fog egy sokak által kért népszerű zöld márka, ami szerintem a Dodge Sphere lesz, bár igaz, benne van már a játékban, de csak egy traktor, illetve más népszerűbb zöld márkát nem is ismerek. Ezen kívül beszéltek arról is, hogy miért nem váltottak új játékmotorra, aminek az oka, hogy nincs még egy olyan motor, ami ennyi gépet és a növényeket tudná kezelni. Ahogy egyikük is említette, speciális játéknak speciális játékmotorra van szüksége. Át fognak állni a 3 éves ciklusra, tehát 3 évente fog új PC és konzolos játék kijönni. Mivel nem fogja fejlesztőket sürgetni kiadó, nem fognak félkész játékot kiadni, és nagyobb szabadságot kapnak. A napokban kikerült egy interjú a Giant Software Community Managerével. Azt ígérte, hogy a játékon belüli évszakok teljesen más élményt fognak nyújtani, mint a Seasons mod, élvezetes lesz kezdő és profi játékosok számára is. Emellett Lizertán azt is elmondta, hogy az évszakok funkciót majd ki lehet kapcsolni, így aki nem szeretne évszakokkal játszani, annak lesz lehetősége erre. Az FS22-ben minden járműnek lesz rendszáma, amit saját magunk is testre szabhatunk. Apropó testre szabás, a karakterünket is majd még jobban személyre tudjuk szabni. Több külföldi Facebook csoportban is láttam, hogy mennek a találgatások az európai pályáról. Többen felvetették, hogy ez egy francia pálya lesz, mivel egy képen a traktoron egy francia rendszám található. Lizertán erre azt mondta, hogy ilyen dolgokat nem árulhat el, de megdicsérte a felfedezést. A közösség már régóta szeretné, hogy a Farming Simulatorban legyen crossplay lehetőség, de akármilyen platformon játszó játékosok tudjanak multizni akármilyen platformon játékosokkal. Például a PC-s tudjon játszani az Xbox-ossal, vagy a PS5-ös a PS4-essel. Lizertán egyértelműen kijelentett, hogy a Giant szeretne eleget tenni ennek a kérésnek, viszont ezt a tervet keresztbe húzhatják a konzolgyártók. Még nincs info, hogy végül is ez a funkció elérhető lesz-e. Egy német oldalon találtam egy interjút a Giants vezérigazgatójával, aki elmondta, hogy be fog kerülni a Lely Astronaut fejőgép. A korábbi FS verziókban már találkozhattunk vele, viszont akkor csak diszként szolgált, most már lesz funkciója is. Valószínűleg ez az egyik dolog az új gép kategóriákból. Van egy saját felfedezésem, mégpedig az ég. 19-ben ugye csak nagyobb felhők voltak az égen, de az FS22-es képeken látható, hogy vannak ott kisebb fátyolfelhők is. Igaz, ez nem olyan nagy dolog, de gondoltam ezt is megemlítem. Általában az új FS részről mindig rendezvényeken, például E3-on, Gamescom-on szokták nyilvánosságra hozni az összes új funkciót, akkor szoktak több videót és képet kiadni, viszont a vírus miatt ezeket a rendezvényeket nem tarthatják meg. A Giants azt ígér, hogy ezeket digitálisan be fogják pótolni, tehát nem maradunk le semmiről. Ha szeretnétek megtudni még több infót az új FS-ről, akkor jelezzétek egy lájkkal és csinálok még ilyet. Szóval köszönöm a figyelmet, sziasztok!